Üdvözöllek benneteket a BS YouTube csatornáján. Tartozom nektek még egy videóval. 2018. december 30-át írunk, úgyhogy nem szeretném átvinni a következő évre. De idáig nem volt meg a lehetőség. Említettem nektek egy telefonos applikációt, ami nagyban megsegíti az életünket, hogyha kint vagyunk. Egy ilyen outdoor, GPS-es, térképes, akármilyen kis rendszer. És hát ideig tesztelgettem városi körülmények között, több helyen is megnéztem, úgyhogy eljött az ideje, bemutassam. De még mellette összehasonlítjuk még két másik ilyen telefonos alkalmazással. Én nem állítom, hogy ez a legjobb. Én csak azt mondom, hogy én ezt szeretem a legjobban. Konkrétan megnézzük a Humapot is, és megnézzük a Locust is. A Locust, nem a Pro-t, ugye ezek mind nem fizetős verziókról beszélünk, tehát nem fizetős cuccokkal dolgozunk. És majd meglátjátok, hogy miért szeretem én ezt a legjobban, mert egy kezdő, egy újonc, annyi beállítás, annyi anyámtyúk, a kis szírszarra hama megunja, meglátjátok, hogy miért szeretem, és minimum három, de lehet, hogy négy olyan dolgot majd fel fogok nektek ott menet közben, a bemutatás közben sorolni, ami úgy érzem, hogy egy picivel fejlettebb, mint a másik kettő. Azt a legelején szögezzük le, hogy nincsenek benne a turista útvonalak, legalábbis nem feltüntetve, hogy most kék, piros, sárga, meg zöld, meg kör, meg ilyen-olyan dolgok. Tehát egy domborzati térkép, a főbb útvonalak rajta vannak, viszont elég jól el lehet vele navigálni. Én mondom, nekem ez a kedvencem. Kinyomtattam egy térkép részletet, mindjárt közelemegyek és megmutatom, hogy még érdekesebb legyen ez a dolog. Budapestől csak 800 km-re járunk, úgyhogy és akkor lassan elkezdjük a dolgot. Itt van ez a térkép részlet, ezt mindjárt nektek ide meg is mutatom. Itt van ez a kis erdőszeglet. Mint látjátok, hogy tegyük, hogy a fény ne verődjön vissza. Én itt vagyok, itt ebbe a kis szegletbe, az erdő szélébe. Úgyhogy előveszem nektek legelőször azt az applikációt, megmutatom, mint logót, és utána beszélünk az összes többiről. Most már nem is megyek vissza oda előre, innen hátulról fogok támadni. Az applikáció neve az Alpine Quest. Ha keresitek, ezt a logót kell keresni. Ennek is van természetesen pros fizetős verziója. Ez a Alpine Quest GPS Hiking. Ez a neve Androidra, és ez a logója. Na, kezdjük is el, nézzük meg, láttátok a térképen, hogy hol vagyok, és van nekem vagy két-három telefonom, ameddig az egyiket bekapcsolom, addig mutatom a másikat. Nézzük meg a Locust Pro-t. Föláll a rendszer, kezdi töltögetni a térképeket. Vagyunk, ahol vagyunk, és bekapcsolom a hely meghatározót, és hát kérlek szépen, igen, kidobta azt a helyet, ahol vagyok. Itt van egy pár útta több, amit meghatároz. Mint látjátok, azért domborzatilag valahogy nem áll a toppon. Nem tudom. Ki lehet kapcsolni, be lehet állítani, hogy mindig a középen legyen a akármi. Most ki lehet kapcsolni a nézetet. El lehet forgatni a térképet, szóval mindegy, állít ez, hogy áll, döntsétek el majd ti. Én ezt valahogy annyira nem csípem. Na, most ebből kilépek. Megnézzük, hogy hogyan reagál a Humap. Az szerintem az még egy kicsit. Tehát itt van a Humapnak az ikonja. Rányomjuk, hogy Humap. Ez valahogy nem, megmondom az őszintét, nem találok rajta olyan fogást. Biztos, hogy van, de egy kezdőnek ez nagyon-nagyon-nagyon
nagyon bonyolult, hogy én tudom, hogy hol vagyok, nem mutatja a pontos helyet, ugrabugrál, itt van egy menüsor, keresés, nincs egyből neki olyan alkalom, olyan ikonja, olyan gombja, amit megnyomsz, és a hely meghatározó, a térkép. Én nem állítom, hogy nem jó ez az alkalmazás, én nem szeretem. Nem is húzom róla a... Jó, ezt kikapcsoljuk, és jöjjön kérlek szépen. Jöjjön a hiking, az Alpine Quest. Kicsit elfordítjuk a kamerát. Na, most egy kis érdekességet szeretnék nektek mutatni, hogy mennyire egyszerű ez számomra. Megkapcsoltam, bekapcsoltam. És mint látjátok, a pontunk Margit-sziget, tehát Budapest, 800 km. Na most gyerekek, nézzük meg, hogy milyen gyorsan találja meg a helyemet, ahol vagyok. Bekapcs. A gyerekek nem volt egy másodperc, és megtalálta a pontos helyemet, ahol vagyok. A másik érdekessége, hogy a helyemtől, látjátok egy vonal, igaz, hogy lépésbe vagy ebbe a feedbe méri, de meg tudja mutatni, hogy ha A-ból B-be el szeretnénk menni, az hány méter, hány kilométer, hány ezer méter. Ha tudjátok a mértékegységeket, akkor ki tudjátok számolni. Egy feet, az 30,48 tized centiméter, tehát 1000 láb, az 304 méter. Szóval, ha mérföldbe méri, akkor 1600 plusz az apró, de nem tudjuk mennyire pontos. Na, kérem szépen, idáig rendben vagyunk. Nézzétek meg ezeket a domborzati ábrákat. A térképes videóban mutattam, hogy mennyire rajzolják, hogy hogyan rajzolják, nem tudom, a körvonalak, a hegyeknek a körvonalai. Egyből látom, hogy hol vannak lejtők, hol van a gerinc. Tehát hol van vízmosás, hol van leereszkedő, tök mindegy. A másik fele, hogy itt fent látjátok, hogy alapból mutatja a koordinátákat. Tehát be se kell kapcsolni, és mutatja a koordinátáinkat. Megmutatja, hogy hol járunk, és azon kívül koordinátát is mutat egyszerre. A másik érdekes dolog, bekapcsolom az iránytűt, és ugye mindig a nyíl az északi, tehát a helyes északi irányt mutatja, ezzel se kell bajlódjunk. De ha még érdekesebb dolgot szeretnénk látni, az iránytű is egyből megjelenik ezen a vonalon, és egyszerre látjuk a térképet, egyszer az iránytű. Nyilván most függőlegesen van, ezt így kéne használni, és akkor tudjuk belőni. Szóval még egy kis dolog, amit meg szeretnék nektek mutatni, hogy a Humapra le kell tölteni az adott országnak az offline térképét. A Locusra is. Na most az Alpine Questre kérlek szépen, vannak ilyen menüsorok, mindenki majd bogozza ki, mert most mindent nem tudok elmutatni. Vannak, lehet letölteni, mindegy, nem tudom hirtelen nektek, most megmutatom. A lényeg az, hogy itt egy egész Európát töltöttem le. Tehát a gyárilag ez egy, lehet, hogy Amerika, mert USA is van benne. Ezeket kikapcsoljuk. És beállítás. Be lehet állítani, mit mutasson, mit nem mutasson. Itt vannak. Na bocsánat. Itt van ez a második ikona domb után, ez a kis térképszerűség. Erre rákattintunk. Itt van, hogy az elérhető térképek, ez az Available Maps. Erre rákattintunk, akkor én, ez egy ingyenesen letölthető, azt választottam ki, hogy a Google Terrain. És ez mindent. Tehát magyarul a világ bármilyen pontján ország térképet letölteni. Szóval, mint mondottam, gyerekek, nekem bárhova viszem a térképre, látjátok, hogy még a kamera és telefon kijelzője keresztül is látjuk a izéket, a domborzati mintákat, hol vannak
hol lehet fölmenni, hol van a gerinc, végig lejtők, stb. 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 Szóval én nem mondom, hogy ez a legjobb, én csak annyit állítok, hogy én ezt szeretem a legjobban. Próbáljátok ki többet. Próbáljátok ki sokkal többet. A Locus, a Humap. Nem tudom, miket lehet még kipróbálni. Én ezen kívül még vagy 2-3-at letöltögettem. Már a letöltés pillanatában, amikor elkezdtem böngészni a bonyolult menü miatt, gyerek, nekem ez jött be. Mindenki próbáljon ki 2-3-at és döntse el. Én azt mondom, hogy én megtaláltam magam részéről a legjobbat. Úgyhogy nem is húzom tovább a szót. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok. És mindenkinek boldog új évet kívánok.